Köszönöm a szót, tisztelt országgyűlés. Hát úgy tűnik, folytatjuk. Tudnélik, a héten a kormány kedvenc napilapjában megjelent egy cikk, hogy azért nem lehet tudni, a Habony közlönyről beszélek, mert volt egy bekiabálás, hogy melyik az, hogy azért nem lehet tudni, hogy Simon Gábornak honnan lett az a rejtélyes 200 milliója a bécsi bankszámlán, mert Svájc mentővel dobott az MSZP egykori második emberének, és nem hajlandó jogsegélyt adni. Ezzel szemben a helyzet viszont az, hogy létezik egy 2005/60-as EK irányelv, azon kívül pedig egy 2000/642-es Európa Tanácsi Határozat, amely alapján Magyarországnak is van egy úgynevezett Financial Intelligence Unit-ja, tehát egy pénzügyi hírszerző egysége, és ez nem más, mint a Tálai András felügyelete alatt álló Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a NAV, és a NAV-nak elvileg rendelkeznie kell azokkal az információkkal, amely információkkal az osztrák társszerv rendelkezik. Az osztrák társszervnek elvileg a reál vonatkozó és Magyarországon is hatályban lévő pénzmosás elleni szabályok alapján nem csak, hogy azonosítania kellett ezt a szemét, hanem arról is nyilatkoztatnia kellett, hogy hogyan került a bécsi bankszámlára ez a pénz. Tehát továbbra is az a kérdésem, meddig kell még várni arra, hogy a magyar közvélemény megtudja azt, hogy egyáltalán honnan lett az egykori szocialista államtitkárnak és képviselőnek ez a rengeteg pénze ezen a rejtélyes bécsi bankszámlán. A másik kérdésem az, hogy úgy néz ki, hogy lassan ugyan, de vége felé közeledik a hagyó per. Hogy történhet az, hogy lefolyik egy eljárás, jogerős befejezés előtt állunk, úgy tűnik, hogy lassan glóriát raknak Hagyó Miklós és társai feje fölé, a fideszes elszámoltatás csúfosan megbukott, viszont egyetlen embert a nyomozó hatóság egyszer sem indítványozott kihallgatni. És ez az ember nem más, mint Hagyó Miklós, illetve Mesterházi Ernő főnöke, Demszky Gábor. Hogyan folytathatták le ezt az eljárást úgy, hogy Demszky Gábornak még az egészsége felől sem érdeklődött az ügyészség? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Válaszadásra megadom a szót Belovics Ervin legfőbb ügyészhelyettes úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Az egyik kérdése az a Simon üggyel kapcsolatos. Engedje meg, hogy tájékoztassam arról, hogy ebben az ügyben a nyomozás befejezés előtt áll, és rendkívül rövid időszak alatt megszületik a döntés. Nyilvánvalóan vagy a vádemelés kérdéskörében, vagy pedig az eljárás megszüntetése kérdésében részletesebb tájékoztatást azért nem adhatok, mert, ahogy az előbb is említettem, az érdemi döntés meghozatalára hamarosan sor fog kerülni, akkor nyilvánvaló, hogy a nyilvánosságot is tájékoztatni fogja az ügyészség. A hagyóüggyel kapcsolatban ez az eljárás, ahogy képviselő úr is említette, bírósági szakban van, és várhatóan jövő év elején érdemi döntés születik. Én úgy gondolom, hogy az ügyészség egészen biztosan nem emelt glóriát a hagyóper vádlottjainak a fejére, ellenkezőleg azért került sor velük szemben a vádemelésre, mert az ügyészség megítélése szerint valamennyi őket büntetőjogi felelősség terheli. Az ügyben Demszky Gábor kihallgatására pedig nyilvánvalóan azért nem került sor, mert a történeti tényállás tisztázása során arra adat, hogy Demszky Gábor büntetőjogi felelősség terheli, nem merült fel. Ha felmerült volna, akkor nyilvánvalóan a személytől függetlenül ugyanaz az eljárási rend került volna érvényesítésre. Köszönöm szépen. Köszönöm, legfőbb ügyész helyettes úr. Válaszadásra megadom a szót a frakcióvezető úrnak. Tisztelt országgyűlés, tisztelt legfőbb ügyész helyettes úr, a szomorú helyzet az, hogy újfent nem válaszolt egyetlen kérdésemre sem. Az, hogy a Simon ügy érdemében önök milyen döntést fognak hozni, ez valóban az ügyészségnek az autonóm hatáskör. Engem egyetlen dolog érdekel, mint adófizető parlamenti képviselőt, hogy hogy lehet az, hogy az elmúlt egy év nem volt arra elegendő, hogy azt a kérdést megfejtse az ügyészség, hogy ez a 200 millió forint
hogyan került Simon Gábor bankszámlájára. 2001 óta nagyon szigorú pénzmosás elleni rezsim van nem csak az Európai Unióban, hanem az OECD valamennyi tagállamában. Megvannak azok, és én is hivatkoztam azokat az Európai Uniós normákat, amelyek alapján Magyarországon az adóhatóságnak, az osztrák társhatóságtól eredően rendelkeznie kell ezzel az információval. Erről önök miért nem tudnak? A másik kérdésben, hogy lehet végigvinni úgy egy eljárást a főpolgármester tanácsadójával, illetve a főpolgármester helyettessel szemben, hogy közben az ő főnöküket még csak tanúként sem hallgatják ki. Ezekre a kérdésekre várnék választ. Köszönöm. Köszönöm. Viszont választ illeti meg a legfőbb ügyész helyettes úrat. Köszönöm szépen, akkor megpróbálom még egyszer megismételni, hogy talán konkrétabb legyen a válaszom. Nyilvánvaló, hogy tisztázni fogja az ügyészség azt, hogy ez a pénz hogyan és miként került az érintett személynek a számlájára. Akkor, amikor a vádemelésre sor kerül, az is nyilvánvaló, hogy az ügyészség erről a közvéleményt tájékoztatni fogja. Addig nem tudom képviselő urat sem tájékoztatni. Amennyiben képviselő úr rendelkezik olyan adatokkal, amelyek Demszky Gábor büntetőjogi felelősségének a megállapítását megalapozhatják, akkor pedig nagyon kérem képviselő urat, tegyen eleget a törvény kötelezettségének, tegyen feljelentést, és ebben az esetben az érintett személy büntetőjogi felelősségét is megvizsgáljuk. Köszönöm szépen!